Nyugdíjas torna és női konditorna minden város részben várja azokat, akik ingyenes sportolási lehetőséget keresnek Székesfehérváron. Ezen kívül a nyitott torna program még további számos lehetőséget kínál. 20 helyszínen mintegy 15 féle mozgásforma közül lehet választani. Az időpontok is ideálisak, mert 16 óra 30, 17 óra és körülbelül olyan 18 óráig a nyugdíjas Tornák fejeződnek be, majd utána 19 óra környékén 20 óráig a konditornák vannak. Mindenhol szakavatott személy vezeti a tornákat. Hetente 5000-rel látogatnak el valamelyik városi tornaterembe, hogy mozogjanak. A tavaszi szünetben március 28-a és április 7-e között a program szünetel, majd április 8-ától hétfőtől újraindul tiszta talpú tornacipő szükséges, hogy nehogy valami csúszás vagy baleset legyen, illetve a tollaslabdához, az asztaliteniszhez ütőt kell hozni, tehát tollasütőt, meg ütőt, illetve labdát, a női tornához és a tornához, a nyugdíjas tornához polifont szivagyszőnyeget, és hát nem árt mindenkinek a különböző helyszíneken egy fél liter folyadékpótlást, egy ásványvizet vinni. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban, valamint a Köfémes C. csarnokában átmenetileg továbbra sem vehetőek igénybe a foglalkozások. A részletekről, időpontokról, helyszínekről tájékozódni a város honlapján lehet.